Kedves nézők, július 10 és 15-e között Tokaj egy rendkívüli tábornak ad majd otthont, hiszen nemzetközi Thai Box tábort szerveznek tőlünk nem is olyan messze. Éltető Péter Thai Box mester, ennek a tábornak a szervezője jött el hozzánk. Szia Péter, jó estét! Sokak számára maga a Thai Box is egy különleges sport, hiszen azt gondolom, bár Magyarországon ugye nagyon sokan űzik már ezt a sportot, de mégis azért egy kicsit a különlegességgel, a spiritualitással függ össze, és éppen ezért lehet, hogy sok számára hihetetlen, hogy akár most nézőként ebben a táborban részt is vehetnek. Nos, hát egy picit mesélj arról, hogy miért is annyira egyedülálló ez az öt nap, amit itt Tokajban majd megrendeztek. Hát immáron ez negyedik éve. Szervezzük ezt a tábort, és évről évre nagyobb a létszám. Lányom Daniela sikerei kapcsán alakult ez így, hogy ilyen nagyján nőtte ki magát, mert ott kezdtük, hogy külföldi országok, környező országból, volt orosz tagállamból, például Ukrajnából is, vagy például Romániából, Szlovákiából az élmezőn sikerült ide csalnom. Hát nyilván a tokai hegyvarázsa, meg a borvarázsa is volt ez, gasztronómia. Sokat tanakodtunk az edzőkollégámmal, Rebrei József mesterrel, aki Mária Pocson tart edzést, végül is közösen szervezzük ezt a tábort, hogy tudjuk még színesebbé tenni. Úgyhogy olyan neveket hívtunk meg, olyan világbajnokokat és azoknak a kluboknak az edzőit, akik komoly sikereket értek el nemzetközileg. Ugye vagy az IFMA Nemzetközi Thai Box Szövetségnél, vagy Vakónál, vagy bármelyik, vagy profi szekcióban is, ugye aki már profi Európa világbajnok. Úgyhogy nagy neveket sikerült ide hívnunk, csak egyet Magyarországról, hogy említsek, a többi nagy klub is képviselteti magát. Kunkli Tivadar barátom, edző kollégám jó voltából is nagy tömegek lesznek, csak ő miatt, akik eljönnek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy évről évre nagyobb tömegeket tudunk megmozgatni, abszolút akik kezdők, tehát lesz olyan barátomnak olyan kisfia, két kisfia, aki most életében először vesz részt ilyen edzésen. Nyilván nem az a cél, hogy most itt megerőltessük a gyermekeket, hanem szeretessük meg vele a sportot, lássák, hogy milyen munka folyik a sportolóknál. És hogy hová lehet eljutni, nyilván itt vannak a fantasztikus példák. Tehát akkor gyakorlatilag ugye valamennyire itt Daniela a sikerei kapcsán már adott volt az, hogy az ő neve ugye azok számára, akik érdeklődnek, az már egyfajta garancia, hogy valami különlegességet kapnak. Másrészt meg azt gondolom, hogy nagyon okosan, taktikusan ugye olyan sportolók vannak itt, akikkel azért lehet edzeni, tehát pontosan fel lehet készülni, el lehet lesni igazándiból. Egymás erényeit is, illetve hát gyengeségeit. Mégis az, hogy azért ennyire vegyes az összetétele magának ennek a tábornak, hogy kell ezt elképzelni a kezdőktől a profi, illetve a jobbakon át, egészen a profikig mindenki jelen van. Így van, így van. Mindenki bemutatja a saját kis praktikáit, azokat, amikkel ő nekik sikerült nyerni. Tehát nem feltétlenül ugye Thai Box technika, nyilván itt lesz a Szlovák Kickbox Szövetségből oszlopos tagok, akik versenyzők. Úgyhogy közben itt a nézők látnak is egy pár felvételt. Én úgy gondolom, hogy ezzel színesítjük, és ezek a nagy nevek majd bemutatják azokat a praktikákat, és el is mondjuk a teljesen kezdőknek, hogy hát egy-két év alatt itt nem lehet világbajnoki sikereket elérni, ez hosszú évek munkája, viszont megszerethetjük a gyermekekkel, tehát nagyon fontos Magyarországon ugye számunkra is az utánpótlás, több világszövetséggel közösen dolgozva, akár aki már profi eredményeket érte, hozzásegítjük magyar sportolókat de nem csak magyar sportolókat, tehát egy családi
rendszeren alapuló tábor ez tulajdonképpen. Mindenki bemutatja azt, amit tud. Mesterekkel jönnek, úgyhogy azokat a saját dolgait, amit tehát még nekünk is jó ez tulajdonképpen, mert tudunk tanulni. Mert tehát, mint úgy gondolom, hogy folyamatosan évről évre ugye tanultok. Hol van maga a tábor? Hogyan lehet jelentkezni? Aki tényleg ugye most már pár hét van, gyakorlatilag egy hetük van a nézőknek, igen, hogy erre felkészüljenek. Igen. Facebookon, az én Facebook oldalamon tudnak velem kontaktot, vagy telefonszámot is kiírásokba, tehát megtalálják az interneten is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Reméljük, hogy ez maradandó élmény lesz mindenki számára. Németországtól angliai válogatott nagy csapattal érkezik, úgyhogy egy olyan nemzetközi bázist próbálunk itt kiépíteni, ugye, amiből hosszú távon tudunk építkezni, és az egymás kapcsolataira épülve. Most az jutott eszembe, ugye, hogy valószínűleg tényleg nagy létszámmal megy majd a tábor, de mi van azokkal, akik esetleg a munkájuk révén nem tudnak ott lenni folyamatosan? Engedtek-e némi betekintést, vagy esetleg aki csak átrucca Nyíregyházáról Tokajba, hogy megnézzen titeket, mennyire vagytok nyitottak ilyesmire? Abszolút nyitottak vagyunk erre. Kétszer-két órás edzésekkel fogunk prezentálni, úgyhogy aki a munkája miatt nem engedi, az 5 órától 7 óráig minden nap a napi program szerint, ugye meg tudja nézni a Thai box edzést, mivel másabb ez, vagy mitől több ez, mint a többi. Ez helyileg hol lesz? Mert ez még nem. Ez Tokajban, a Tokaji gimnáziumban, annak a sportcsarnokában, és mert most már ugye olyan létszámmal jöttek, hogy másik helyszínt kellett alkalmazni. Említetted ugye, hogy itt azért nem lehet gyors, instant eredményeket elvárni, tehát ha valaki felhúzza a boxkesztyűt, akkor valószínűleg még egy év múlva nem lesz világbajnok. Hány év van a ti családotokban, abban a munkában, hogy Daniellának ilyen sikerei vannak? Hát én azt gondolom, hogy 10 évet rá kell szállni, és ez napi szinten nagyon komoly lemondásokkal jár. Nem beszélve arról, ugye rengeteg edzés, de nem csak az edzés, hanem tehát a regenerálódás, az étkezés, az erre szánt az idő. Az egész élet, az hát életmód. Ez egy életforma, igen, és csak így. Táboron túl hogy alakul a ti életetek ezen a nyáron, vagy mire készültök? Még ezen kívül? Hát sportolókkal készülünk többi edzőtáborba, Olaszországba, Csehországban lesznek edzőtáborok, különböző világbajnokságokra, ősszel Olaszországba készítem a saját tanítványaimat, gyermekekről beszélek egyenlőre, akik remélhetőleg majd komoly eredményeket produkálnak, és büszke lehet rájuk az edző és a csapat. Nos, hát akkor még egy kérdést tegyünk föl, hiszen a nézőknek ugye azt mondtuk, hogy ketten a kedves nézők közül ebbe a táborba gyakorlatilag egy belépőt nyerhetnek, ugye táborlakók lehetnek folyamatosan egy évig, úgyhogy Peti, akkor téged kérlek meg, hogy találd ki, hogy mi legyen ennek a játéknak a kérdése. Az legyen a kérdése, hogy mi volt az, amiért tulajdonképpen ez az egész tábor alakult. Tehát erre szeretném megkapni a választ, amit végül is elhangzott, aki figyelt, az nyerhet két jegyet a táborba. Nos, hát köszönjük szépen, a válaszokat pedig a Kölcsei Televízió Facebook oldalára várjuk.